Női kétkörös versenyszám következik, ami 800 méter egész pontosan. Itt is az utolsó pillanatban volt egy változás. Margaret Van Buyról tegnap este még úgy tudtuk, hogy fut, aztán ma reggelre kiderült, hogy ő nem fut, vagy hogyha igen, akkor nem Lozánban és az Atletissimán. Pedig az olimpiai bronzérmes az kifejezetten jót tett volna ennek a versenynek. Ettől még itt vannak az olimpiai döntőből négyen. A egyes pályán kezd Winnie Chebet Kenyából. Ő elődöntős volt Rióban, mellette Abitam Alemu, alig 19 esztendős. Az ő pályatársa Natalia Priscepa, egy 21 esztendős ukrán hölgy. Mind a ketten elődöntősök voltak. Jön Lindsay Sharp, aki egy egyéni csúcsot futott, ezzel lett 6. Rióban, nagyon elégedett volt vele. A skót hölgy. A 4-es pályán Selina Büchel, a svájci, idén már futott 1.59-et, egyébként tud 1.58-on belül. A mai verseny favoritja az 5-ös pályán rajtól Franci Nyonsamba, aki Mark Rowlanddel edz az év eleje óta, Oregonba költözött, meg is nyerte a felett pályás világbajnokságot. Igen, népszerű világszerte a 6-os pályán futó Melissa Bishop, ez talán nem meglepő a atléta rajongók számára. 4. volt Rióban 1.57.02-vel, a kanadai tavaly Pekingben ezüstérmes volt a VB-n. A 7-es pályán Eunice Chepkoech Sum, egy korábbi világbajnok, a kenyai. Na, ő igen elrontotta, viszont a Rio döntőbe se került. Az első elődöntőben csak 7. volt. Az iramot pedig Nelly Csepkozgej diktálja majd, jó 8-as pályán rajtól, és egy 58 másodperces 400-at kértek tőle. Sharp élete formájában van ez a része, ez nem kérdés, viszont Nyonsamba is. A szakértők azt mondják, hogy igazából, ha nincs Caster Semenya, akkor még egy égszakadás földindulás az, aki Nyonsambától el tudja venni ezt a győzelmet, de egy más nem nagyon képes rá. Nagyon sokat fejlődött, mind eredményben, tempóban, mind versenyzési rutinban Nyonsamba azóta, amióta Oregonba költözött. Az egész tavaszt, az egész felkészülési időszakot ott töltötte. Csepkozgejnek igencsak bele kell húzni, hogy oda tudjon állni Nyonsamba elé egyenlőre. Egy picit vissza is fogja a zöld felsőben és par feszítőben. Minek hívjuk az, Kristóf? Parsán? Mi az a cucc, amit felhúzott a karjára? Az könyökvédő. Könyökvédő. Kiváló. Ellen Iverson. Zöld Ellen Iversonos könyökvédőben futó Nyonsamba elé. Épp hogy befér akkor Csepkozgej. Ugye 58-as 400-at kértek tőle. Az épp hogy meg lesz. 57-95, kiváló. És ha jól látom, akkor Bishop az, aki oda megy, és Csepkozgejt próbál terelgetni. Katasztrofális munkát végez Csepkozgej. Ki kellene már régen állnia, onnan középről, úgyhogy Nyonsamba balról, Bishop jobbról, Büchel hátulról próbálja őt arrébb tolni. Ez így többet árt, mint segít. Közben Sum is elindul kívül, Sharpot megelőzi. Jön az ukrán Priscepa. Nagy szerencsére most már kiállt Csepkozgej. Nyonsamba, Bishop, Büchler, Sum és Sharp 200 méterrel a vége előtt. 1.28.65, tökéletesen az a tempó, amit kértek, hiszen ezt számolták 600 méterre. És innentől érdekes, hogy Sumnak mennyi maradt esetleg abból, hogy kihagyta az olimpiai döntőt, és Nyonsamba és Bishop mellett el tud-e menni a kenyai. Nyonsamba erősnek tűnik a célegyenes bejáratánál, és van egy olyan előnye, amit nem gondolom, hogy Sum meg tudna most már fogni. Egészen biztos, hogy nem tudja megfogni. Jön Sharp, és jó eséllyel bejön vagy a harmadik, vagy a második helyre, ha nem adja fel, harmadik lesz Sharp. Burundi győzelem, kenyai második hely, és brit skót ezüstérem Lindsay Sharp részéről. Sharp nem futott rosszul egyébként, közel van az egyéni csúcsához. Nelly Csepkozgej nem fog ezért dicséretet kapni, belelassított a mezőnybe. Ez nagyon gyenge ezt. Jackie Delapierre versenyigazgató elég komolyan el fog beszélgetni, azt gondolom. Nelly Csepkozgejjel. Vagy nem hívom a következő alkalommal. Ebben egészen biztos vagyok, hogy ha csak nem alakít addig valami olyat Nelly Csepkozgej, vagy amivel felhívná magára a figyelmet, akkor őt többet Lozánban nem látjuk. Nyonsamba pedig pontosan azt csinálta, amit kellett. Onnantól, hogy a nyúl kiállt, onnantól saját kezébe vette az irányítást, és szépen azt csinálta, amit ő előre eltervezett Mark Rowlanddel. Ez még egyszer, tehát rossz nézni, amit Csepkozgej ott középen
fehér fölsőben, fekete-fehér fölsőben próbál. Bühjelt is akadályozza, Bishopot is akadályozza, Sumot is akadályozza. Bishop itt ügyesen bevág Bühjel elé, hogy a svájcinak ritmust kelljen váltani, de egész egyszerűen elfogyott a kanadainak a muníciója a végére. Sum ellépett, és Pekére még Lindsey Sharp is megérkezett, sőt, még Bühjel is ott érte, nem, Bühjel mögötte maradt. És följött két pontra. Nyon Szaba. Nyon Szaba, igen. És nagyon kíváncsian várom, hogy a hírekből igaz lesz é bármi. Az a szemenye fut a Brüsszelben majd 400-at. Én úgy tudom, hogy azt futja. Abszolút mértékben. És akkor, ha azt arra próbálsz rávetíteni, akkor Nyon Szaba ezt megnyerte, ha rajthoz áll. Hiszen annyi, hogy célba kell érnie, hogy pontot szerezzen, és akkor az a része ez megvan. Sharp 58-52-vel, kevesebb, mint egy